Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával! Egy nagyon hasznos és kezes eszközzel, audiovágó eszközzel szeretnék foglalkozni a mai nap. Természetesen nagyon sok jobb, rosszabb, kevésbé jó, vagy talán nagyon-nagyon profi audiovágó eszközzel lehet találkozni, akár Linux, akár Windows környezetben. Az Oceana Audio kifejezetten olyan eszköz, amit kezdők is nagyon-nagyon jól tudnak használni. A felülete egyszerű, a tudása megfelelő, illetve természetesen nagyon vizuális. Azaz semmi olyan hangtechnikai ismeret nem kell senkinek az alaphasználathoz, amit ne tudnánk alapból. Nagyon alkalmas arra, hogy egy hangfajt megvágj, egy kicsit rendbeted, úgyhogy neked különösebb tudás nem is kell hozzá. Ráadásul, amit én nagyon-nagyon kedvelek benne, több hangfájt egyszerre meg tudsz nyitni, megvágod, és utána elindítod a mentés összes, vagy konvertálás összes funkciót, és párhuzamosan multitaskba le fogja menteni. Nagyon kényelmes. Nézzük is meg, hol lehet ezt az eszközt beszerezni. Felmegyünk az oceanaudio.com című kis oldalra, és megnézzük. Van egy kis leírás a történetére, egyetemnek készült egyéb, elképzelhetitek, hogy azért odafigyeltek, hogy minőségi termék legyen, és a jellemzők. A jellemzők számunkra fontosak. Miért? Mert van egy VST plugin támogatottsága, azaz, van egy adott olyan effekt vagy eszközkészlet, ami benne van a programba. A pluginokkal te ezt ki tudod terjeszteni. Bár én az Audio CT pluginnak emlegettem ezt az ingyenes csomagot, keressétek meg a honlapomon és töltsétek le a plugin csomagot és installáljátok, kibontjátok és a installációt majd később megmutatom magába a programba. Azaz kiterjeszted olyan eszközökkel, főleg ami számunkra fontos, ingyenes eszközökkel ezt a programot, amivel nagyon-nagyon sok mindent meg tudsz oldani. A másik nagyon kényelmes dolog, hogy a hatásokat, tehát az effektusokat te vizuálisan is látod, és real time-ban meg tudod hallgatni. Azaz nem akkor derül ki, hogy Például az equalizert rosszul vagy tévesen állítottad be, mégsem ezt akartad, amikor már az effektelés megtörtént. Ez lehet hosszabb idő is, mindjárt kitérek, hogy miért. Bizony, hanem menet közben is, azelőtt, mielőtt elkészíteni az effektust, a fájlra, a hanganyagra, éppen alkalmazna, azelőtt te meg fogod kapni, meg tudod hallgatni, illetve meg tudod nézni, hogy bizony hogyan néz ki az, amit te elkészítettél. Nagyon jó időt lehet vele megtakarítani, illetve a beállításokat pontosítani tudod. A másik gondolat, ami nagyon jó, hogy a három legnagyobb, azaz a Windows, a Linux és a macintosh elkészült ez a termék, azaz nincs olyan probléma, hogyha egy Windowsos gép elé vagy kénytelen leülni, vagy egy Macintos elé vagy kénytelen leülni, hogy arra te ezt nem tudod installálni. A másik nagyon kellemes tulajdonsága, hogy egyszerre több szakaszt ki tudsz jelölni, azaz el tudsz rajta végezni szakaszonként olyan teendőt, például a hangosítást, amit más programban úgy tudnál megtenni, hogy kijelölsz egyet, hangosítasz, kijelölsz még egyet, hangosítasz. Itt több szakaszt ki tudsz jelölni, és egyszerre el tudod végezni vele a szakaszokkal a munkát. A másik dolog, ami nagyon fontos, a nagy fájlok hatékony szerkesztése. Nekem 10 és fél órás audiofájlt is volt, amit szerkeszteni tudtam, és nem lassult le a gépen kényelmes volt vele a munka. Ugyanezt más vágóprogrammal nehézkesebben tudtam megcsinálni. Egyrészt, amíg betöltött, másrészt pedig, amíg ide-oda a dolgokat, ide-oda lépkedtem, tekertem bele, az bizony elég hosszadalmas volt. Ő elég jól kezeli a memóriát, és kényelmesen és ismétlem, kényelmesen tudsz vele dolgozni hiszen nem csak 1, 2, 5 vagy 10 perces fájlokat lehet vágni, hanem hosszú, összefűzött, esetleg nagyon hosszú fájlokat is, amiket nekem éppen akkor darabolni kellett, és bizony ezzel kényelmesen meg tudtam csinálni. A következő kiemelten szép, kiemelten jó a spektrométere, tehát az, amit te látsz. Nagyon kényelmesen be tudod állítani, bár én nagyjából, ahogy láttátok, Eddig is, és ahogy mutatni is fogom, az egyszerű hullámgörbéket szoktam használni, de aki ezen túl szeretne lépni, annak bizony kényelmes lesz az, hogy itt precízen beállíthatja azokat a paramétereket, amiket ő szeretne látni a kimenetnél, mármint a vizuális kimenetnél a képernyőn. A következő, ami ide nincs írva, de szerintem ki kéne emelni a legelején hogy ő bizony a párhuzamos feldolgozásra is fel van készítve, azaz egy bizonyos mennyiségű audiofájt behúzol a programba, és megvágod, szépen egymás után megvágod, és utána van egy olyan menüpont, hogy mentés, mind, mindet mentse. Nagyon professzionális. Egyszerre tud 5-6 fájt menteni, azaz párhuzamosan dolgozza fel a legtöbb audiovágó program milyen. Megvágod, mented. Vágsz, mented. Vágsz, mented. És ez hosszadalmas, mert a mindig meg kell várni a mentésnek a lefutását, hogy a következővel kényelmesen tudjál dolgozni. Kényelmi szempontból és időtakarékossági szempontból ez a program kiemelkedőt alkodott. Bár általában kiszoktam térni a programok hibáira, mi hiányzik belőle, mi nincs jól megoldva, mi az, ami egy átlag felhasználónak talán még bele kellene tenni, és akkor jobb lenne. Ennél nem találtam nagyon kényelmes program, érzétek is a hangomon, azon kívül egy kicsit reket vagyok, hogy bizony ezt a programot én nagyon-nagyon megszeretem. A következő dolog a letöltése. Nézzük is meg a letöltést, rákattintunk, töltse le most. Nézzük meg, egyébként ez nagyon-nagyon kellemes dolog, XP, azaz Windows XP-től kezdve egészen tekerünk-tekerünk hetesig, ott van, tehát bármelyik Windows-on tudod használni, Mac OS-en is, tehát macintosh is tudod használni, és utána megtalálod azokat a fájlokat, ami számodra fontos. Arra azért figyelj, légy szíves, hogy 64, illetve 32 bites csomagok közül azt kellene kiválasztani, amelyen a te valószínűleg Valószínűleg a legtöbb gép már 64 bites rákattintasz, és le tudod tölteni, letekerek odáig is, hogy van árt alapú rendszerekhez is csomag, ha ezt akarod letölteni. Letölteted, de véleményem szerint elég sok tárolóba meg fogod találni ezt az eszközt, és natívan, tehát a rendszereden belül tudod telepíteni. A telepítés után természetesen mi az első, ki szeretnénk próbálni az adott terméket, Próbáljuk is ki. Összekészítettem pár MP3-as, MP4-es, M4 a fajt, aminek tesz nevet adtam, igazából teljesen mindegy, csak lehessen látni, hogy különböző fájformátumokat is ismer, gyakorlatilag a legtöbb videó és audio tudja kezelni, úgyis, mint beolvasás szintjén, úgyis, mint kimeneti, azaz konverziós szinten, azaz bármiből bármit tud készíteni. Nézzük is meg. Nyilván én nem szoktam megnyitogatni a fájlokat egyesével, hanem fogom, behúzom. Nagyon gyorsan beimportálja a fájlokat. Miért? Azért, mert párhuzamos feldolgozása, 5-6, 4-5-6 fájt egyszerre be tud olvasni számunkra. Már ez nagyon kelmes, nem kell megvárni az, hogy az első, től a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik egymás után beolvasodjon, hanem ráhúzod az egészet, elkezdi beolvasni a fájlokat, és az első, ami teljesen végigfut, azaz beolvassa, azzal már dolgozni is tudsz, és amikor a tizedikkel végez, arra lehet, hogy az elsőt meg is tudod vágni. Lényeg, ide behúzod. Nézzük is meg, hogy miről is van szó. Természetesen végigmegyünk a menükön, a szokásos új, új innét felkiáltású dolgokat, illetve duplikálást meg tudod tenni, hogyha egy hangfájból vágsz, és előtte szeretnél egy duplikátumot csinálni, az is megoldható. Természetesen megnyitás, megnyitás, utoljára megnyitott fájlok, ezek ismert dolgok. Én gyakorlatilag a ráhúzásos módszert jobban szeretem, gyorsabb. Bezárás, Mindent bezár, azaz az összeset egyszerre be tudod zárni, illetve a kijelölt fajt be tudod zárni, mentés másképp, exportálsz egy fajt, másolat mentése másképp, tehát vágsz valamit, kivágod, csinálod a dolgot, lemented egy más néven, utána tovább alakítod a fajt, és le tudod még egy néven menteni és egymás után több néven meg tudod jeleníteni ugyanazt a fajt, azaz, hogyha szét szeretnél vágni egy hosszabb fájt, akkor ezzel a módszerrel kényelmesen meg lehet tenni. Ment mindent, mindent ment. Hát bizony ez a legfontosabb funkció, a vágásokat elvégzed, és utána ezt kiválasztva le fogja menteni. Arra figyeljetek, hogy itt az MP4-es, azaz videófájl formátumba hanganyagot behúzattam vele, és nagyon szépen működik, de ez csak olvasható, ő nem fogja ezt automatikusan számodra lementeni. Előfordulhat, hogy itt meg fogja kérdezni, hogy hát bizony mire mentse, hogyan mentse, hát ami csak olvasható, az egy kicsit macerásabb kétlépcsős mentéssel tudod megtenni. A következő funkció a megszokott exportálás. Nézzük is meg, mibe tudsz exportálni. RAV, WAV, CAF, MPEG, MP4, OG és a továbbiak. Azaz gyakorlatilag bármilyen olyan exportot meg tudsz tetenni, ami igazából, hogy úgy mondjam, megfelelő számodra. Ki tudod választani azt a formátumot, azt a minőséget, amiben te ki szeretnéd küldeni az audiofájlodat. Általában erre nem nagyon van szükség, hiszen MP3-ast használunk, vagy MP3-ast, de akinek már ezen túli gondolata van az exportra, itt finoman be tudja hangolni. A file következő a FTP export. Hogyha FTP szerverre szeretnéd feltölteni, ha van ilyen lehetőséged, akkor természetesen a program automatikusan beállítás után természetesen oda fel fogja tölteni. Nyilvánvalóan, hogyha valaki ilyet használ, kényelmes, én ilyet nem használok, igazából nem tudok arról nyilatkozni, hogy hogyan működik. Képernyőfotó. Igazából soha nem szoktam képernyőfotót erről készíteni, illetve a befejezés a kiléptetés el. A következő menüpont a szerkesztés a szokásos kivágás másolás beillesztésen kívül természetesen még egyéb lehetőségeid is vannak, mindet kiválaszt, vagy kiválasztás megfordítása alapfunkció a legtöbb termékben, kiválasztás testre szabása, tehát meg tudod tenni azt, hogy a jelölőkig, a jelölőktől elejéig, végéig jelölsz ki valamit. Én igazából ezeket nem nagyon szoktam használni. Nekem kényelmesebb itt a vizuális részen beállogatni, kiválasztani, kivágni azokat, amire szükségem van. A kiszabás, a kiválasztás törlése és a csatorna, hangcsatorna cseréje megoldható. A kiszabás egy nagyon kellemes dolog, a kivágással ellentétben ő nem kitörli, amit kijelöltél, hanem azt hagyja meg, amit kijelöltél, majd megmutatom, miről is van szó. Tartományi készítése, itt készíted el azokat a tartományokat, amelyekről beszéltem, többféle tartományt egyszerre ki tudsz jelölni, és együttesen el tudod végezni rajta azokat a műveleteket, amit el szeretnél végezni. Kényelmi funkció, metaadatok kitöltése, törlése, egyebeket itt el tudod választani itt meg tudod adni, hogy milyen mintavételezési rátád legyen, hogyha azon szeretnél változtatni, beállítások, a beállítások nagyon egyszerűek. Higgyétek el nekem, hogy egyetlen egy beállítást tettem meg, az a legutolsó a pluginok beállítása. Nyelv automatikusan felismeri azt, hogy milyen nyelven van a rendszeret. Színséma izlések szerint be tudsz állítani 3-4-5 megfelelő színsémát, azt választod, ami számodra kényelmes, tehát itt azért vannak választási lehetőségeid. Opciók? Az egyéb beállításokat, opciókat te úgy állogatod, ahogy számodra kényelmes, egyre hívom fel a figyelmet, készítsen biztonsági mentést felülírás előtt, azaz Érdemes kezdeti időszakban ezt bepipálni, hiszen, hogyha van egy fájlod, és azt mented, illetve vágod, és utána mented, akkor abba visszahozni, tuti fix, hogy nem fogod tudni a kivágott, kiszerkesztett, össze-vissza esetleg tönkretett a részeket. Azért jobb, hogyha az eredeti fájról vagy van egy saját másolatod, vagy felülírás előtt készít egy másolatot, biztos, ami biztos. Ezt érdemes kezdeti időszakba bepipálni. Arra figyelj, hogyha bepipálod és folyamatosan dolgozol nagy fájlokkal, azért elég nagy tárhelyet el fog foglalni. Leellenőrzöd a kész fájt megfelel, és akkor az eredeti mentését le fogod törölni. Nagyon jó megoldás, nagyon jó gondolat, hogy nem automatikusan iratja felül a fájlokat, ha be van ez pipálva, hanem ad lehetőséget, a előre gondolkodó kezdő hangmérnököknek, hogyha hibáznak, vissza tudjanak lépni. A hangbeállítás a következő fülön történik meg. Gyakorlatilag erre jó tanácsot ha nem tudok adni, a saját rendszerednek megfelelően állogass be a kimenő, bemenő hang eszközöket, úgy ahogy számodra kényelmes, amire figyeljünk a felvételt, ho felvételt készítünk, azért a mintavételezést legyetek szívesek a lehető legjobbra felvenni, legalább minimum 44 100-asra, hiszen azért elvárás egy normális mintavétel, ez is a többi, hogy neked milyen illesztő programod van, tehát a mixer, alza, vagy pulza audio, vagy jack, vagy egyéb, hát azt te fogod tudni. Általában az a tapasztalatom, bár nekem nincs komolyabb audio felvevő, illetve audio rendszerem, hogy az alapbeállítások jók. Billentyű kombinációk, erről igazából én nem sok mindent tudok mondani, hiszen billentyű kombinációkat mindenhol használsz. A következő beállítása a színképnek a beállítása. Különböző előre definiált beállítási lehetőségek vannak. Azt választod, ami neked kell, úgy állítod, ahogy neked kell. Ablakméret, egyéb ilyen dolgokat. Hát, legyünk őszinték igazából mindenki azt használ, amit akar. Hálózat, hogy, hogyha feltöltögetsz, vagy letöltögetsz ezzel a programmal, akkor természetesen, hogyha van proxid, az jó lenne, hogyha beállítanád, gyakorlatilag nekem nincs proxy szerverem, ezért bizony, ezt nem kell beállítani. A következő a pluginok beállítása. Ez nagyon egyszerű dolog, letöltöd, kicsomagolod és berakod egy könyvtárba. Hogyha csak az oceanaudit használod, akkor semmi probléma nincs. Létrehozol egy darab könyvtárat, és abba bepakolod a fájlokat. Ha az Audio City vel együtt használod, az Audio City nek a pluginja egy külön könyvtárban van, és az egyszerűség kedvéért rejtett könyvtárban található, azaz figyeljünk rá, hogy rejtett könyvtárat a kereső, tehát ennek a keresője automatikusan nem jeleníti meg, azaz első lépés kicsomagol, elhelyez kell, majd a VST pluginoknak az engedélyezését bepipálod, ez nagyon fontos, mert annélkül nem megy, majd a pluszra kattintasz, pluszra kattintasz, kapsz egy keresőablakot, amiben az egyszerűség kedvéért, ahogy mondtam, Bizony, nincsenek bent a rejtett könyvtárak, ami az Audio City-nél elvárás, hogy abba a könyvtárban legyen, így bizony rákattintasz, Audio City data és a pluginok között ott lesz kiválasztod, és utána már itt látni is fogod, menet közben is, mármint úgy értem, hogyha több könyvtárban vannak a pluginok, ki és be tudod kapcsolgatni azzal, hogy kiveszed az egyik elől a pipát, a másik könyvtár előtt ott hagyod, és bezárod. Hogyha bezárod, és nem látod a pluginokat a megfelelő helyen, akkor sem kell pánikba esni, mert ide van írva, hogy újraindítást kíván, hogyha először engedélyezed. Lényeg a lényeg, így tudod a pluginokat szépen beinstalálni. A következő beállításon hát hullámforma, spektrogramat, hát akinek melyik a kedvence. Én a hullámformát használom, természetesen már említettem. Időformátum, hát azt választod ki, ami neked kezes, függőleges. Skála, azt úgy állítod be, ahogy akarod. Ezeket a skálákat, hogyan álljanak, a nagyítást úgy be, ahogy szeretnéd természetesen billentyű kombinációval is tudsz nagyítani, kicsinyíteni, tehát egészen jól használható külön sávok, egyértelmű. A többi csatorna megjelenítése, egyebek, sávok oldalsáv, illetve ennek a kis résznek, amit itt látok, amit itt látok, annak az eltüntetése, előszedése természetesen olyan, hát amilyen Neked kényelmes, azt állítasz be, szintmérő, teljes szintjelző, mini szintjelző, itt az oldalán lévő szintjelzőt, amíg szokott ugrálni, ki megy pirosba, sárga, zöld, azt is be tudod állítani, és a nézetnek az utolsó beállítás, illetve menüpontja a kontrolli, ezt érdemes megegyezni, ami az adott hangfájnak a beállítását, minőségét értékeit tudja megmutatni. A következő az ellenőrzés, azaz a kezelőszervek, elindítom, leállítom, meg egyéb gondolatoknak a lehetőségeit itt találod, meg lejátszás, lejátszás és válaszék, lejátszás opciók, az bizony úgy állított be, ahogy kell a hangfelvételt elindítani, nyilvánvalóan annak a felvételi opcióit előtte beállítod, illetve itt is bejelölgeted. Arra nagyon figyelj, hogyha van egy hangsávod, és ki van jelölve, vagy be van jelölve egy pozíció, vagy egy sáv ki van jelölve, arra te rá tudsz venni, azaz a beállításoknál mindenképp állogass be úgy, hogy nehogy véletlenül valamit felülírj. Ha nincs gyakorlatod, akkor a legegyszerűbb az, hogy a hangfelvételt elkészíted, majd megnyitod azt a hangfájt, amiben te azt be akarod illeszteni, vagy amit te felül akarsz írni. Azaz ilyenkor jobb, hogyha nincs nyitott hangfájlod, tehát nem most neki állok és felveszek, Azaz felülírhatsz olyasmit is, ami nem lenne jó. A következő sáv, előző sáv, hát nem kell igazából elmagyarázom. Hatások, itt találod meg azokat a hatásokat, amikkel te tudsz dolgozni. Nagyon szépen beállított és összerendezett hatások vannak. A legtöbbször használt hatásokat itt is elérheted a le, illetve felvezetés, lecsengetésnek a hatásait, erősítés. Beusztatás, kiusztatás, fénycsökkentés, hát az bizony nem a fény csökkenti, hanem a hangerőt. Szint, normalizálás, szűrőket beállíthatod, ahogy neked kell, azért ezeknek az ismerete alapismeret, tehát olvas utána, hogy egy-egy szűrő mit csinál, kiegyenlítés, equalizert kapsz, nagyon kényelmes, és ahogy említettem, le tudod játszatni, a audio eszközzel, tehát a hangszóróból hallod is, hogy milyen változtatást tud elvégezni azokkal a beállításokat, tehát real time hallod, hogy milyen lenne, hogyha ezt most engedélyeznéd, és az alkalmazra kattintva fogod megkapni a változtatásokat. most nem kattintottam rá. Hatások közül ezeket azt hiszem nem nagyon kell bemutatni, a legtöbb Audiovágó manipuláló eszközöknél ezek megvannak, és itt fogod megtalálni azokat, amiket te installáltál, és bizony rákattintasz, és be tudod állítani a megfelelő értékeket. Itt is természetesen előtte meg tudod hallgatni azt, amit te beállítottál, hogy meggyőződj, hogy azt kaptad amit te szerettél volna. Tehát nem a mentés után fog kiderülni, hogy bocsi, de anyám mégse ezt a lovat, hanganyagot akartam, kezdhetem az egészet előről, ha meg nincs az eredetéről mentés, akkor meg lehet a fejünket vakarni. A készítés csendzőrei hangok, több frekvenciás hangot tudsz készíteni, nyilván ezt a legtöbb eszköz tudja, soha nem használtam. Elemzés, statisztika, illetve elemzést tudsz elvégezni, statisztikát nagyon szépen megkapod, nagyon olyan statisztikát kapsz, amiben minden, ismétlem, minden olyasmi bent van, ami számodra fontos lehet. Ennek is utána érdemes olvasni, hogy egy ilyen statisztika mit takar, illetve mit és hogyan kell ezen értelmezni. Általában nem használjuk, illetve azt mondom, hogy általában nem használja átlagember. Általában hangot vágunk, egy kicsit normalizáljuk, egy kicsit zajcsökkentjük, egy kicsit az equalizerrel piszkálgatjuk, és utána örülünk, hogy azért viszonylag jó hanganyagot kapunk. Az az sugó a következő, hát nyilvánvalóan a sugó-sugó. Oké, okay, ennyi beszéd után vágjunk is egy hanganyagot, ki rákattintunk, jól rákattintunk, és természetesen amit ki szeretnél vágni. Kijelölöd és delete. Delgomb. Kell erről többet beszélnem? Nem. A másik, ami érdekes, kijelölöd, kivágod, vágólapra teszed, beilleszted, tehát a szokásos műveleteket meg tudod tenni. A következő gondolat, ami, ami nagyon kényelmes, a kiszabás. Azaz általában, hogyha van egy hangfaj, aminek az eleje és a végét le akarod vágni, az úgy szokott történni, legtöbbször, hogy az elejét kijelölöd, kitörlöd, elmész a végére, megkeresed az általad kijelölendő véget, elmész a másik végére, tehát a legvégére, és kitörlöd. Itt a kiszabási művelettel kiszabod azt a részt, tehát azt a részt kiszabod, amit te éppen meg szeretnéd tartani. Egy kis kellemes megoldás. A levezetés, illetve felvezetés egyértelmű kijelölöm én neked, és rögtön is lehet látni, hogy behangosítja, felvezetést csinál, kijelöljük a legvégét, kijelöljük a legvégét, én vizuálisan szoktam kijelölni, így a legkényelmesebb, és rákattintunk, levezetjük azt, amiről éppen szeretnénk elhalkítatni, levezetni azt a hanganyagot. A következőre megint rákattintunk, oppá, nagyon szép, mi az, ami itt érdekes számunkra, oda megyünk az elejére, egy darabot megint kivágunk, és ennyi utána, hogyha gondolod, lejátszod, illetve a hangerőt tudod növelni, csökkenteni, ami kényelmi funkció, hogy mész tovább, rákattintasz, és belenagyítunk, belenagyítunk az egér görgőt Tekerjük előre-hátra, és akkor lehet látni itt, és ez nagyon fontos eltérően a többiektől, hogy melyik részét látod a hanganyagnak, majd fogod és odahúzod, ahova te szeretnéd. Ez egy kicsit kényelmes a vizuális típusoknál, természetesen a görgővel előre-hátra tekergetek, és akkor kisebb vagy nagyobb, vagy még nagyobb, vagy nagyon nagy részt ki tudsz nagyítani, belenagyítasz visszamész, odahúzod, ahova kell, és utána, amit szeretnél elvégezni, egy törlést elvégeztem, meg tudod tenni. A következő gondolat az, hogy gyorsan végigmegyek mindegyiken, ennek ezt a részét ki fogom törölni, ebből egy kis szabást fogok elvégezni, tehát a kijelölt részt tartom meg, erre például egy hatást fogok alkalmazni, Erősítés, legyen egy normalizálás, megadod, mint akármelyiknél, minden beállításnál, ha akarsz belehallgatsz, most nem tesszük meg, és a normalizálást megtesszük. Majd utána a következőnél megint a gyorsra kedvéért vágok, hogy lehessen látni. Vágok, és vágok, azt megyek tovább, és itt is belevágok, és ebbe is belevágok és igen, és egy hatást, simítást ráteszek, szépen lefut, rákattintunk, hatások, egy másik megfordítás, nem túl lízgi, csak azért teszem ezt, hogy lássátok, hogy megjelenik a mentési kis ikonka, hatás, legyen egy dinamika szerkesztés, tömörítő, erre azért figyeljetek, ez nem egyszerű beállítás, és sok minden tudó eszköz alkalmazzuk, szépen le fog futni, le fog futni, és a következőnél rákattint, a szerem mindig figyelj, hogy kettőt és erő teljesen, törlöd, és megjelenik a kis ikonka, ennek lesz a későbbiekben, és megint törlöd, rákattintasz, és itt tör lesz, ikonka megjelenik. Na hát a következő lépés, ami kényelmi dolog, a mentést egyesével meg tudod tenni, rákattintasz, és menteni fog, vagy pedig ide mész a fáj, mentés, mindent ment, és akkor megkérdezi, hogy hogyan mentse, te szépen felülíratod az a fájl, amelyikre én kiemelten figyelemet felhívtam, hogy ez egy videófájl, és csak olvasható módban van. És mit látunk? Egymás mellett gyorsan mennek a mentések. Nem kell megvárni, hogy az egyik végiződjön, és utána elindul a másik. Hogy emlékszek ötöd darab fajt egyszerre fel fog dolgozni. Attól függ, hogy milyen hosszú, milyen efekteket használsz. Nagyjából ennyi. Igazából ennyit kell tudni róla. Egy pár mondatban összefoglalnám. Kapsz egy ingyenes programot, ami bővíthető. Ha akarod bővítet, ha akarod nem nagyon jól beállítható, tehát teljesen testre szabható funkcionalitás szempontjából is. A következő gondolat, ami nagyon fontos, minden olyan funkciót tud, ami egy átlagembernek kezdő, középhaladó hangmérnök palántáknak teljesen megfelel. Azaz minden olyan műveletet, vagy pluginnal, vagy plugin nélkül alapesetben benne megtalálható eszközzel el tudsz végezni, ami Neked kell a következő, ami nagyon fontos. Nagyon jó az, hogy egyszerre 4-5-6, azt hiszem 5 darab fájt tud menteni. Azaz nem kell megvárni egy-egy olyan munkánál, amikor sok munkát végzel el, sok fájlal dolgozol, és az egyiket amíg menti, odáig nem tudsz vágni, nem tudsz semmit csinálni, az összeset megvágod és elindítod a mentést, vagy az exportálást, vagy egyéb műveleteket, és utána szépen automatikusan, ahogy felszabadul a processzormag, azonnal elindítja a következőt. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok, mindenkinek jó audiovágást kívánok, sziasztok!